Szavasztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, ahogy szoktátok, volt ma is, csücs le, kis szék, lóca, kanapé, egy jó kis kényelmes fotel, és nézzétek meg velünk ezt a nagyon finom Esterházy tokányt, amit meg fogok mutatni nektek. Roppan, tényleg annyira egyszerű az elkészítése, és attól függetlenül, hogy ennyi mindent láttok a deszkán, nem kell megijedni, egy nagyon gyors pucoval következik, tudjátok, gyorsan megpucolok mindent, összevágjuk a csirkemelleket, és pikpak csicsa, dildó technológia, ismeritek, összedobjuk ezt a finomságot. Amit a deszkán láthattok, csirkemel, ugye maga a főszereplő, ez egy jó, egy kiló, két napra főzök, így nagyon kényelmesen két napra ezt be lehet osztani, egy kis rizssel, vagy éppen tésztával, ma mondjuk egy pennét főzök ki hozzá, kényelmesen, finoman meg lehet enni, nagyon szeretjük. Lisztet láthattok, sót, és most nem sorrendben mondom a hozzávalókat, épp ahogy föl van rakva, majd mutatom a folyamatokat. Tehát liszt, só, fekete bors, amit törni fog, egy nagyon pici babérlevél, száraz fehérbor, éppen egy minimalista piros paprika, mustát láthattok, gyökér, azaz fehér ép a petrezselyen, nézzétek meg, nem fogom az egészet felhasználni, csak szándékosan mutatom meg, most hoztam a piacról szépséges, jóságos, gyönyörűséges zöld arany, citrom, sárgarépa, egy kis zellert láthattok, vöröshagyma, fokhagyma, tejföl, és egy kevés zsírt fogok felhasználni, ennyi az egész, ebből tevődik össze az étel. Na most azt is pár szóba elmondom, aki úgy szereti, mert tudom, hogy van olyan, aki úgy szereti, épp egy minimalista pici cukorral még játszhat, én nem szoktam beletenni, de ezt így be lehet állítani, mondjuk egy ilyen kis mokkás kanálnyi cukrot az ételhez hozzátenni, és akkor ütköztetjük a savanykásat az édessel egy nagyon-nagyon pici mértékben. Na, lényegében ennyi, nagyon gyorsan megmosom a zöldségeket, megpucoljuk, és utána mutatok nektek mindent. Zöldségek megpucolva, megmosva, hát ilyenkor általában sárgarépát, gyökeret, zellert beszoktam tenni hideg vízbe, rosszat nem tesz neki, és természetesen megvan mosva még a vörös hagyma, fokhagyma, petruska is, és a citrom is, majd a citromnak is lesz egy kis szerepe, hiszen ott a héjából fogok egy nagyon keveset felhasználni. Na, nem pofázunk sokat, húsoknak az előkészítése, látjátok, szépen kicsontozva a mell, lebőrözve, lényegében, ha tokány jellegre szeretnénk eljárni, akkor egyszerűen a szokásos módon szeleteket vágunk, és utána szépen egyszerűen csak föl fogom csikozni, mint minden tokány esetében, és itt nincsenek írott szabályok, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy éppen kockára szeretné összevágni, akkor bátran tegyen úgy, tehát semmi probléma, ha más irányba, vagy pontosabban más módozatban van összevágva. Ezt nagyon gyorsan megteszem az összes mellett, és lényegében már tehetjük oda a tűzhelyre. El is indíthatjuk az ételt, és mint látjátok, egy wokban olyan körülbelül két csapot evőkanál zsírt használok, jelen esetben sertészsír, de természetesen lehet liba, kacsa, sertés, ami nektek szimpatikus, ami van otthon éppen, vagy ha valaki úgy gondolja, olajjal is főzhet. Na, fölforosítottam a zsíradékot, egyszerűen a csipokra vágott húst belehelyezem, és körülbelül egy olyan jó 4-5 perces szakaszba szépen körbe fogom pirítani, és ugye menet közben nem unatkozunk, megyünk, összevágjuk a zöldséget. Zöldségek fölvágása, hagymáról nincs mit igazság szerint mondani, hisz ismeritek, egyszerűen ketté vágom a hagymát, és pár mozdulattal ilyen goromba stílusra meg fogom vágni, tehát az a lényeg, hogy nem kell túl finomra. Fokhagymával ugyanígy fogok tenni, pontosabban ott most nem lesz ripiropi technológia, hiszen most füzérről vettem le a fokhagymát, az egy jó éves füzér, ami nekem itt hátul lóg, tehát az nem a ripiropi. Egyszerűen megfogom, egy nagyon-nagyon picit be fogom vágni, és körülbelül ilyen ütembe, ilyen darabokba kerül hozzá, így járok el a többi hagymával is, és jöhet a sárgarépa, a gyökér és az eller. A zöldségeknél is megtartva a tokány jelleget, legalábbis én így szoktam, ilyen pici kis szeletekbe kerül az ételhez, majd, hogy nem mondhatnám, zsülierre vágom, éppen egy nagyon-nagyon picit azért vastagra, de tényleg ti ezt tudjátok szabályozni, ami nektek kedves, olyanra kell összevágni, így sincsen írott szabály, tehát lényegében ekkorára, és ugye a csirkemellel együtt ez nagyon-nagyon gyorsan meg is fog főni, így teszek a sárgarépával, a gyökérrel, és pillanatok alatt meg is vagyunk vele.
Ennyi az egész. Tovább is léphetünk, és látjátok, halljátok, nagyon szépen visszapirítottuk a csirke mellett. Ezek a legszebb hangok, én azt szoktam mondani, imádom, amikor recseg ropog, és ugye hát nézzétek meg, kezd szép színe lenni, hát lényegében 5-6 perc alatt ez a folyamat általában meg szokott történni. Vöröshagyma, fokhagyma művek, 2 darab babérlevél jöhet rá, és jöhetnek a zöldségek. Na most ezt az egyveleget körülbelül a jó 10 percig még össze fogom pirítani, és természetesen ebbe a szakaszba már el lehet kezdeni fűszerezni. Ami azt jelenti, jöhet a só, és természetesen mondanom se kell ízlés szerint, ki milyen sóval és mennyire szereti sósan az ételt. És természetesen, ami a legfontosabb, tudjátok, meg kell kóstolni a főzési folyamat alatt legalább 3-4-szer azt az ételt, ne sajnáljátok. Fekete tölt bors, lehet használni színes borsot természetesen, vagy zöld borsot, fehéret, vagy rózsaborsot éppen. Tökéletes, jöhet éppenséggel egy nagyon-nagyon pici. Hozok egy kanalat, hogy mutassam nektek. Kávés kanál, csapott, pontosabban ez legyen egy teás kanál, akkor egy csapott teás kanál, piros paprika, kezit csókolom, ennyi az egész egyelőre, a citromot egyelőre és a petrezselymet még nem teszem el. Na, pirítgatunk, és menet közben majd jövünk, visszamutatjuk nektek, addig összevágom a citromot is. Citromnak a héjával kapcsolatban annyi az egész, lényegében lehet cikkezni a citromot, és levágni a héját, vagy éppen, ha gondoljátok, és mutatok egy jó ötletet, egyszer megfogtok egy pucolót, és nem kell mélyen rányomni, nézzétek meg, akkor ez a vastag fehér része nem jön. Összességében laza mozdulatokkal, ennyi, nincs is többre szükségem, megfogom, megfordítom, és úgy szintén én nagyon pici kis csíkokra össze fogom vágni, és így kerül az ételbe, nézzétek meg, ennyi az egész, és akkor nem kell kikanyarintani, tehát nagyon-nagyon egyszerű dolgotok van, tökéletes, és nincs más hátra, maradt a petruska bűvek, megfogom, alaposan meg van mosva, összekötegelem egy kicsit, itt egy picit a szárát is meghagytam, a malacok már kaptak, és egyszerűen jó gorombára össze fogom vágni ezt is. Nagyon kellemesen összepirult a hús a zöldséggel, és egy nagyon pici kiigazítás, hiszen annyira megszoktam már 2 malacot, sajnos csak 1 malacka van, ő neki szoktam bevinni a petruskát, csak a szívemben még annyira benne van mind a kettő, hogy na mindegy. Téma lezárva, menjünk az ételhez, összepirult a hús a zöldséggel, ebbe a pillanatban hozzá fogom tenni ezt a nagyon minimális citromnak a héját, és majd ugye a habarásnál egy nagyon pici citromlevet is föl fogok használni. Ezt mindenki saját magának szabályozza be, hogy mennyire szereti a savanykás ételeket. Következő lépés, idehoztam egy jó fél liter vizet, fel fogom önteni, teszek rá egy magasabb fokozatot, mondjuk egy 7-esre fölcsavarom, hozom a fedőt, és körülbelül egy jó negyed órát fogom főzni, menet közben elkészítjük a habarást, földobom a tésztának a vizet, és lényegében, amikor be van havarva, kezi csókolom, jöhet a petruska művek, és kész is ez a finomság. Hozom a fedőt rá. Készülhet a habarás, és látjátok, ide készítettem mindent hozzá, a tejfölt összeöntöttem a mustárral, ugye ez egy mustárral kiegészített habarás, hiszen helye van az ételbe, és itt lehet olyan szépen beletenni, hogy ne csapódjon ki a mustár, de hát majd meg fogjátok látni. Épp egy nagyon pici citrom, nézzétek meg, ugye aminek leszedtük a fél héját, mondjuk, ha így mondhatom, mag nélküli, nem is kell nagyon óvatoskodni, egyszerűen egy 15-20-25 csöppet ízlés szerint bele lehet tekerni, ennyit beletettem, és körülbelül 2 óvatos csapott evőkanál lisztet hozok rá, tehát itt ennél az ételnél semmiféleképpen nem szabad főzelék jelleget kapnunk, holott még a főzeléket is lazábban szeretem, tehát én nem szoktam annyira besűríteni. Épp egy nagyon pici vizet teszek hozzá az elején, és tudjátok azért, hogy ezt a jó kis csomómentes állagot el tudjuk érni, manipulátor, és egyszerűen elkezdem összedolgozni. Pár másodperc alatt megvagyunk, itt az a lényeg, hogyha legelőször nagyon sok vizet hozzáadnátok,
akkor nem tudnátok ezt a jó kis csomómentes állagot elérni, vagy éppen aki gondolja, és nem biztos a dolgába, egy szűrőn keresztül is bátran hozzá lehet adni az ételhez, amikor majd belekerül. De egyébként nézzétek meg, gyönyörű szépen ki lehet keverni egy fél perc alatt, mondjuk tökéletes, és éppen egy nagyon-nagyon pici vizet hozok még hozzá, történik majd egy hőkiegyenlítés, kezi csókolom, petrezselyem szórás, egy nagyon pici száraz fehérbor, és lényegében tálalhatunk. Na, egy nagyon pici vizet hozzácsorgatok, viszont nézésre ennyi volt, hamarosan találkozunk, mindjárt megy a tészta a vízbe, és tényleg kész is vagyunk ebből a nagyon-nagyon egyszerű étellel. Jöhet a habarás művek, és látjátok, a tészta is nem sokára elkészül. Érdemes a tésztánál odafigyelni, hogy ezt az al dente stílus megtartsátok, vagy pontosabban, aki úgy szereti, harapható tészta. Én kb. Egy jó 9-10 percig szoktam főzni, ennyi, szűröm le, jöhet a tálalás. De hát ki hogy szereti ezt is, tehát nekem is van olyan ismerősöm, aki jóval-jóval puhában szereti. Tehát ezért se szeretnék tanácsokat osztogatni, mindenki tudja, hogy milyen a saját ízlése. Na, nem pofázunk sokat, látjátok itt a habarás, hoztam egy pici kanalat, és egy kevés forró levet ki fogok nyerni belőle. Ha véletlenül valami jön vele együtt, semmi gond, hiszen mindjárt kerül vissza. Ennyi volt, ezt odébb tesszük, egy nagyon picit össze fogom forgatni, egy pici hőkiegyenlítés, és lényegében öntöm vissza egy nagyon-nagyon pici, és itt ezt is elmondtam nektek, nem fontos, száraz fehérbor, én azt mondom, csodálatos, és illik hozzá, nagyon-nagyon finom benne, tökéletes, hozzá is boríthatjuk, egyetlen egy kiforralás fog történni, csak közben itt rámolok hátul, egyetlen egy kiforralás fog történni, jó hozzá, még gyorsan a bort hozzáadom, el ne felejtsük a legjobb részét, és a petruskát is rászórom. Körülbelül amikor rákerült a petrezselye, még egy 2 perces kiforralás, és tényleg ennyi volt az étel. Na, kezdjünk akkor a petrussal, nincs jelentősége. Jöhet a petruska, és tesszük hozzá a nagyon pici, ezt tényleg, ha jellemezni tudnám, egy ekkora ételnél, egy ilyen adag ételnél, kb. Egy olyan 2-3 centiliter, amit rá fogok önteni. Ennyi, kezdjük, csókolom. Összeforgatom, itt már fedő nélkül, jövünk és tálalunk pár perc múlva. Eszterházi tokány, búcsúzásképpen nektek, tőlünk. Én azt mondom, ez is egy kitűnő étel, és kitálalva láthatjátok, hogy néz ki. Éppenséggel most egy pennével tálaltam, de hát természetesen rizssel, nokedlivel, vagy ha valakinek jobban tetszik, galuskával. Fantasztikus étel, ide szándékosan a tányérra most nem tettem nagyon sok szaftos tartalmat, hogy lássátok magának a húsnak a szerkezetét, és ugye ott vannak a kis répa darabok is, mondjuk az zellert annyira nem látni benne, meg a gyökeret természetesen, hiszen azok világos zöldségek. Nagyon kellemes, krémes, én azt mondom, ez is egy csúcsfinom étel, és mint elmondtam nektek, mi nagyon nagy tokányosok vagyunk, aki szereti a tokányokat, tessék oda tenni pikpak, csicsak, dildó technológiával, elkészül nagyon gyorsan, és természetesen azt is elmondva nektek csirkemellből, ha csontozott csirke combból csináljátok, akkor egy 10 perccel tovább főzzétek, ennyi az egész, vagy ha éppen sertés szűz, tudjátok, pillanatok alatt megpuhul, sertés karaj pillanatok alatt megpuhul, tehát ezek a húsrészek, amikkel így érdemes, de természetesen a marha is ott van, nagyon finom hátszín, hogy bármilyen húsrészből el lehet készíteni, ugye a bélszint azért nem áldozzuk ide bele, mondjuk én már nagyon rég vettem bélszint, mert iszonyú drága, na mindegy. Tehát a lényeg, olcsó húsokkal nagyon finomakat lehet főzni, a mustáros, nagyon kellemes, vadas, jellemzően vadas ízek benne vannak, aki a vadas szereti, ebbe se fog csalódni. Na, ez itt a lényeg. Fogadjátok tőlük nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok ezt is nagyon jó egészséggel, hozunk még sok ilyen ételt, és ugye nem mindegy az se, hogyha hazamentek, akkor egy kis szeletelés, egy kis odarakás, pirítás, kezi csókolom, jöhet a habarás, kész az étel, mellette szinkronba fő a tészta. Szavaztok, jó egészséget kívánok!